témáról, az elhízásról és az ezzel kapcsolatos betegségekről, illetve biológiai programokról, az ezt kiváltó egyéb tényezőkről fogunk ma este egy előadást hallani. Magyarországon szinte minden harmadik, negyedik embernek vannak nagyon komoly, súlyos testsúly problémái. És hogyha az elhízottak arányát nézzük egy 2015-ös kimutatásban, akkor azt látjuk, hogy Magyarország a nagyon előkelő negyedik helyen áll, ami eléggé rémésztő, a prímet 38,2%-kal Egyesült Államok, 32,4%-del Mexikó, 30,7%-del Új-Zéland, és 30%-kal Magyarország viszi el. Ez azt jelenti, hogy Magyarország populációnak a 30%-a elhízott. Ez egy nagyon komoly statisztika, nagyon érdekes, hogy kik vannak az ellentétes póluson, olyan, mint Kína, Indonézia és India. Vajon hogy van ez? Valójában csak a táplálkozás az, ami befolyásolja az elhízást. Vannak ennek egyéb okai is. Mennyire függ össze az életmóddal, a táplálkozás minőségével, a gondolkodásunkkal, illetve az érzelmeinkkel, azokkal a konfliktusokkal, amelyekkel napról napra szembenézünk? Vajon mi áll az elhízás mögött? Az elhízással kapcsolatos biológiai programokról és egyéb tényezőkről ma este is, mint mindig, dr. Budai László Károly, szabad foglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és gyermekgyógytudományterapeuta fog válaszolni. Fogadják szeretettel! Köszönöm szépen ismételten Rékának ezt az alapos összefoglalást és bevezetőt, mert rámutat arra, hogy egy nagyon-nagyon komoly problémáról van szó, és itt azért kellett mindenképpen betegyem az és egyéb tényezők szerepét is, mert nem csupán csak a biológiai programok némelyike okoz túlsúlyt, elhízást. Itt ez az az előadás, ahol az életmód tanácsadó szerepe kicsit hangsúlyozottabban fog jelentkezni, mert mindaz, amit a biológiai programokkal kapcsolatosan el fogok mondani, az sokak számára csak ismétlés és aha élmény lehet. Ha a germánygyógytudományról beszélünk, akkor természetesen, hogy dr. Rike Gerdhammer személyével kell kezdeni, aki a germánygyógytudomány atya, aki az életének a tragédiája következtében fedezte fel azt az öt biológiai természettörvényt, amely megváltoztatta az orvosi gondolkodást, ami rámutatott arra, hogy valójában hogyan zajlanak le a biológiai folyamatok a szervezetünkbe, és hogy mik a kiváltó tényezők, tehát ha ezeket megtaláljuk, akkor azt is tudjuk, hogy mik a kiváltó tényezőknek a megoldásai. Rák vastörvénye volt az első biológiai természettörvény, amit dr. Rike Gerdhammer felfedezett, utána pedig még négy biológiai természettörvényt, és ebben leírja, hogy a DHS kritériumait, vagyis a Dirk-Hammer-szindróma kritériumait. Ugye az ő tragédiája arról szól, hogy Dirk-Hammer, a 19 éves fia meghal a karjai között, és néhány hónapon belül Hammer doktornak egy komoly heredaganata alakult ki, és azon gondolkodott el, hogy az ő heredaganatának és a fia elvesztésének valami köze kell legyen egymáshoz. Ez volt az az alapgondolat, ami elindította őt a kutatás terén, hiszen ő egy nagyon képzett orvos, teológus és fizikus is volt egy személyben. A DHS kritériumaiban leírja, hogy mi az, ami valójában elindít az mi életünkben egy értelmes biológiai különprogramot. Mindig egy nagyon komoly érzelmi szintű érintettségről van szó. Tehát amikor valami érzelmileg hirtelen, váratlanul és nagyon súlyosan megérint minket,
és ezt magányosan éljük át, és benne is maradunk a konfliktusba, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével fogszervi elváltozást elindítani. A lélek agyszerv tengelynek a bemutatása és bizonyítása egy nagyon-nagyon fontos tényezője a biológián valós működésének a megértésében. A konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között a konfliktust mi megéltük. Minden érzékszervünk rögzíti a neki szóló információkat, és ezután, ami nagyon lényeges, hogy már konfliktus nélkül is elindul az értelmes biológiai külön program, nem kell újra meg újra megéljük ugyanazt a konfliktust, csak az emlékeztető körülmények, a sinek is újraindítják a programot, ha nincsen érzelmileg megoldva az érzelmi konfliktus. Ne feledjük, hogy a vadállatok nem fogják soha érzelmileg feloldani a konfliktusaikat, a félelmeiket, viszont ők kerülik a sineket az erdőben. Ezért nem járnak állatorvoshoz, hiszen ők, hogy mondjam, ösztönösen oldják meg a programjaikat. De az emberi lény talán többre képes, mint egy vadon élő állat. Nem juthatunk el oda, hogy egy életen át kerüljük a sineket, hiszen aki foglalkozik a betegek problémáival, az láthatja, hogy ugyanannak a betegnek 12-32 programja is lehet, és ezek sínjeit kerülnek egy életen át, fizikai képtelenség, tehát érzelmileg kell megoldanunk az érzelmileg kialakított konfliktusokat. Előfordulhat az is, hogy például fel sem tudom tárni, mint beteg az, hogy melyek lehetnek a sínyeim, olyan komplex és összetett, hogy konkrétan nem is tudom meghatározni, hogy a sárga villamos vagy a narancssárga autó. Ez nagyon jó kérdés, Réka, mert már is eszembe jut egy betegnek a levele, aki a sínyeivel volt elfoglalva. Ő azt próbálta kerülni, és felhívtam a figyelmet, hogy a konfliktust kell megtalálni és megoldani, és akkor a sínek maguktól eltűnnek. Tehát itt nem a sínektől kell félni, hanem a konfliktus megoldásával kell foglalkozni, és a Hameri táblázat, a tudományos táblázat, amit Hamer doktor nekünk hagyott, pontosan arra mutat rá, hogy mik a lelki konfliktusok. De a megoldás természetesen, Hamer doktor szerint az, hogyha ismerjük a konfliktusokat, akkor ezt kell megoldani. Nos, ebben nyújtanak segítséget a hétvégi képzések. Én a pácienseknek leírom levélben, hogy mi az alapvető probléma, amit meg kellene oldani, és mindig közlöm, hogy akinek ezzel kapcsolatosan van megoldása, azt nagyon szívesen veszem. Tehát ha megoldja az információk alapján a konfliktusát, akkor esetleg egy hónap múlva írja meg, hogy köszöni, jól van. De legyen szíves akkor ezt megírni. Ha pedig nem tudja, akkor vegyen részt egy olyan képzésen, ahol erre útmutatást is kap. Egy nagyon lényeges dolog az, hogy mindig az én megélésem az egyetlen valóság, vagyis nem az a kérdés, hogy mi történt az illetővel, hanem az, hogy ő ezt hogyan élte meg. És a konzultáció alapján, illetve a beszélgetés, vagy egy válaszlevél alapján a páciensnek annyi dolga maradt pontosan, hogy azt, amit megélt, aznak megkeresse a helyét az ő életében, hogy mikor történt, mi volt az az egész, és nyilván, ha a történet megvan, akkor megvannak a sínek is, és megvan az egész érzelmi háttér, csak hogy ezt érzelmileg kell megoldani. De mindig az egyetlen valóság az, hogy ki hogyan éli meg ugyanazt a történetet. A második biológiai természettörvényben Hamer doktor föltárja, hogy minden értelmes biológiai különprogramnak két része van, ha eljut a megoldáshoz, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza. Természetesen a tüneteink mások lesznek a konfliktus aktív és más a megoldási szakaszban. Itt az vízszintes tengelyen az időtengelyt látjuk,
és itt ebben a pillanatban a DHS, a Dirkheimer-szindróma, vagyis az érzelmi becsapódással elindul a konfliktus aktív fázis, nyilván ehhez mind az öt kritériumnak teljesednie kell. És ez alatt az idő alatt stresszesek leszünk, és ezeket a tüneteket mindenki tudja, amikor nem tud magához térni egy adott konfliktus során, folyamatosan eszketyeg a fejében, érzelmileg ennek a történetnek a súlya alatt van, gyorsabban ver a szíve, kapkodja a levegőt, emelkedik a vérnyomása, izzad keze, izzad a lába, tehát hidegek lesznek a végtagjai, ezért is kék színnel van jelölve ez a konfliktus tömeg itten. És az, ha éjszaka elalszik, akkor fölébred álmából, tehát zavart lesz az alvása is, hogy csak néhány tünetet említsek, klasszikus tünetet, ami jellemző a konfliktus aktív fázisra. Természetesen, amikor megtörténik a megoldás, a KM a konfliktus megoldására utal, akkor jönnek az úgynevezett, hát pirossal jelzett meleg tünetek, vagyis gyulladásos tünetek, exudatív fázisnak nevezük, hiszen ilyenkor jelentkeznek a gyulladás tünetei az adott területnek a kipirosodása, a melegsége, a duzzanata éppen a beáramló víz miatt, ezért exudatív fázis, és természetes nem marad el a fájdalom sem, majd ezt követi egy epileptoid krízisnek nevezett, ismét csak konfliktus aktív fázisra emlékeztető rövid szakasz, ahol viszont fokozottan éljük meg a tüneteket, és itt szokott a legnagyobb, hát a legzajosabb tünet jelentkezni, ez természetes programonként más és más. A zsírszövetnek a bontásával, építésével semmi különöset nem fogunk észlelni az epileptoid krízisben, viszont a második szakasz beindulása előtt, ez alatt az epileptoid krízis alatt a begyülemlett folyadék az távozik, megszűnik a fejfájás is, és jön a megoldási szakasz második része, a hegesedés, ami extrém fáradtsággal és nagyfokú levertséggel jár, ismét meleg tünetek jelentkeznek, és a program végén gyakorlatilag megoldódott a történet. Ezt nagyon röviden foglaltam össze, és részletesebb leírást az öt biológiai természettörvényről az erről szóló külön webkonferencia anyagban kaphat mindenki. Ha ilyen szépen folynak a dolgok, ugye akkor az a kérdés, hogy miért nem gyógyulunk meg. Hát a krónikus betegségek okairól annyit szeretnénk elmondani, hogy van az úgy, hogy el se jutunk a megoldáshoz, vagyis folyamatosan konfliktus aktív fázisban vagyunk. Nos, ezt a biológiánk nem fogja díjazni, hiszen a konfliktus aktív szakaszban illik megoldani, vagy extrém méretű daganatot, vagy extrém méretű fekélyesedést fogunk szervi szinten találni, vagy ha működésváltozásról beszélek, akkor annak a bizonyos szervnek a működése hosszú ideig blokkolt lesz, lásd, ezek lesznek azok a bénulások például az izomok részét, amikor görcsben marad valakinek a féloldala, vagy valamelyik izomzata. A lefolyás, ha nem érzelmileg történt a megoldása a programnak, akkor ez a lefolyás egy ciklikus lefolyást mutat, ahogy itt a policiklikus lefolyásban is láthatjuk. Mindig újraindul a történet, és újraélvezhetjük ciklikusan a megoldási szakasznak a gyulladásos tüneteit, illetve az egyéb tüneteket, amelyek ilyenkor jelentkeznek. Mindez csak azért van, mert ugye maga a megoldás nem történt meg, és a sínek gondoskodnak arról, hogy újra meg újra elinduljon a program.
A függőgyógyulás azt jelenti, hogy el se jutottunk a megoldás végéig, hisz elakadtunk itt a megoldás első szakaszában, és ez ugye gyulladásos tüneteket jelent, vagyis gyakorlatilag folyamatosan gyulladásos, fájdalmas panaszaink lesznek, és ez sem egy igazi állapot, az embereknek ilyenkor krónikus fájdalma szokott jelentkezni, de még az is előfordul, hogy a függőgyógyulásos szakaszok policiklikusan fognak lezajlani. Tehát a krónikus betegségnek az oka, hogy nem oldottuk föl magát a konfliktust. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, azokra az alapokra, amitől az egész öt biológiai természettörvény és a teljes, hát hogy mondjam, a teljes munkásságának megadja a tudományos alapot, hiszen minden, ami a szervezetünkben történik, az a sejtekkel történik, vagy felszaporítjuk őket, vagy lesorvasztjuk őket, vagy működést változtatunk, de ez az egyetfejlődéstől, vagyis a függ, vagyis mindattól, amit az embriológiában minden orvostanhallgató megtanult, egész az alapokig kell visszanyúljunk ahhoz, hogy a gondolkodásunkat is tudományos alapokra helyezzük, és akkor kiderül, hogy nem hipotézisek alapján, nem elképzelések, be nem bizonyított elképzelések alapján, feltételezések alapján kell gondolkodnunk a medicinában, hanem az öt biológiai természettörvény alapján, amelynek a lényege, hogy az embriológia adja a megértést, hogy miért történik adott helyzetben a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporítás, és ha ez történik, akkor a megoldási szakaszban mindig le fogjuk bontani a sejteket, mert a szervezetünk nem tart el egyetlen felesleges sejtet sem. Aztán ott van a sejtek lebontásával induló értelmes biológiai különprogram, természetesen, hogy ezeknél a megoldási szakaszban visszaépítésről fogunk beszélni, illetve leblokkoltunk valamilyen működést a szervezetünkben, konfliktus aktív szakaszban, azt vissza fogjuk építeni. Az embriológiáról beszéltem, az egyetfejlődésről, és ezt a képet Hammer doktor pontosan azért készítette, hogy megértsük, hogy a három csirolemezből, amiből minden sejtünk, minden szövetünk kialakult, hogyan fog átalakulni emberi szervezetté, mint ahogy az elültetett magból is kinő a növény, és a magot nem fogjuk megtalálni, így a három csirolemez se fogja senki sem megtalálni a szervezetében, hiszen ebből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, és ezek egy életen át azt a feladatot látják el, amit a csirolemezeknek megfelelően kaptak, tehát nem fog egy prostata sejt csontsejté alakulni, vagyis innentől érthető, hogy a metasztázisokról való elképzelésünk az csupán egy hipotézis. Az agytörzs vezérli azokat a sejtjeinket, amelyek a belső csiralemezből, az endodermából származnak, a falatkonfliktust oldják meg számunkra, de nem csak a táplálékfalat jelet falatot a szervezetünknek, hanem a levegőfalat, a vízfalat, sőt a hang és a fényfalat is. Mindig itt először konfliktus aktív szakaszban szaporítjuk a sejteket, majd lebontjuk megoldáskor, természetesen gyulladásos, fájdalmas tünetek közepette. A középső csiralemez vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ is irányítja, az egyik a kisagy, a másik pedig a nagyagy fehér állományában található relék idegi központok. A kisagy által vezérelt szöveteink az írha és járulékai, tehát ide tartozik az írhához még a benne levő verejtékmirigy, fagyumirigy, és az írhához tartozik az emlőmirigy is, ami
hála Isten ugye nem berejtéket, hanem anyatejet termel, de embriológiailag ide tartozik, és a gondozási konfliktus következtében fog túlszaporodni az emlő mirigy, ez lesz az adenokarcinoma. Az írva és járulékainak a túlszaporodását a támadási, bemocskoltsági konfliktusok fogják elindítani. Itt is szövetszaporítás lesz az első lépésben, majd ezek lebontása gyulladásos tünetek között, illetve még a régi mezodermához, vagyis a kisagy által vezérel sejtjeink közé tartoznak a hashártya, mellhártya és szívburok is. Ezek is a támadási konfliktusra fognak hát szaporodásnak indulni, majd gennyesen lebomlani, lásd, gennyes, mellhártya vagy hashártya gyulladás. Ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió között, tehát nem feltétlenül valós támadásról van szó, hanem éppen egy támadástól való félelem is elindítja bennünk a megfelelő helyen a szövetek szaporodását. A másik idegi központ, vagyis a nagyagy fehér állományának a leléi a mozgással kapcsolatos szöveteinket vezérlik, és a mozdulat elvégzéséhez természetesen szükségünk van csont szövetre, ez adja az alapját a minden mozdulattal kapcsolatos hát, szervünknek. A csontokat ízületek innak kötik össze, ez a második ide tartozó szövet. A csontokat izmok fogják elmozdítani, ez a harmadik szövet. Az izmokat erek látják el, ez a negyedik szövet, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a tartalék energiát a zsírszövet raktározza számunkra, és ez lesz az ötödik szövet, amelyet mindig az önleértékelés fog konfliktus aktív szakaszban lebontani, mert önleértékelés egyenlő önpusztítás, és a visszaépítéskor, a megoldáskor, hát vissza fogjuk építeni, vagyis többet fogunk visszaépíteni, mint amit lebontottunk, mert ez az önleértékelésnek a biológiai értelme, szebbet, jobbat, erősebbet építsek vissza, mint amit lebontotta. Nos, a zsírszövet itt kerül ugye megemlítésre, és nyilván, hogy az alakommal kapcsolatos önleértékelés, mekkora a fenekem, hogy nézek én ki, lóg a háj a mindenütt, tehát ezek a megjegyzések, ezek nem éppen pozitív megjegyzések, ugye, és elindítják bennünk konfliktus aktív szakaszba, amíg ez minket zavar, ezeknek a szöveteknek a lebontását, majd mikor ez nyugvó pontra kerül, akkor a visszaépítés az nagyobb mértékű lesz, mint amit lebontottunk, és már is érthető, hogy miért van ez az állandó hát ingajárat a fogyás és a túlsúly között. A következő csíralemez, az ektoderma, vagyis a külső csíralemez, és ez a külső csíralemez sejtjeit az agykéreg vezérli, de nagyon sokféle konfliktus fog eljutni, vagyis itt lesznek az agyi relék a következő esetben, amikor elválasztásról, elszakadásról beszélek. Az elválasztási konfliktus a labhámot érinti, az elszorosodó labhámot, a bőrömnek a külső rétegét, ami elválaszt engem a külvilágtól és mindenki mástól. Természetesen, és itt is mindig ott jelenik meg az elválasztódás által okozott bőr elváltozás, ahova én magát a történetet asszociáltam. Itt is először bontom a szöveteket, aztán visszaépítem. Az agykéreg nem csak az elválasztódással kapcsolatos történeteket oldja meg számunkra, hanem mondjuk a mozgató központok által blokkolni tudja az izmoknak a mozdulatát, mert hogy az izmok mozdulatát az agykéreg fogja elindítani, az izmoknak a táplálását pedig az előbb említett idegi központ, vagyis a fehér állomány magvai fogják ellátni, innen az izmoknak a kettős beidegződése és az ő speciális működésük.
ne feledjük, hogy az érző és mozgató központokon kívül még az agykéreg foglalkozik az összes érzékszervünk által közvetített idegingerületek feldolgozásával, és a jövőtől való félelem, a homloklebeny, a múltból való félelem pedig a nyakszirti lebenyt fogja érinteni, de ezekről a non-Hodgkin limfóma és a gólyva kapcsán beszéltem a múlt héten. A negyedik biológiai természet törvény kapcsolatot teremt a bennünk élő gombák, baktériumok és vírusok között, és a csíralemezek között, hiszen azt tudjuk, hogy a feles sejtek, felesleges nagyszámban levő sejtek lebontásában, a megoldási fázisban megjelennek a gombák az entodermához kötött programjainkba. Gondoljunk csak a hölgyeknek a ményák a hártya lebontásában, ami fehér folyást, gombás folyást okoz, vagy gombás elváltozásokra, ami a szájüregben van, vagy a tápcsatornak bármelyik szakaszán. A mezoderma sejtjeihez a baktériumok kötődnek, ők segítenek a visszaépítésben, ha lebontásról van szó, illetve a gomba baktériumok, TBC baktériumok a ősi mezodermális programoknál a feles sejtek lebontását segítik, míg a vírusok az agykéreghez kötött programokban segítenek nekünk a megoldási szakaszban, természetes a függő gyógyulásban marad egy megemésztetlen bosszúság, akkor meg fog jelenni az epeutakban a hepatitis vírusa, illetve a függő gyógyulásban marad egy hölgynél egy féltékenység, vagy a partnerének a megtartásával kapcsolatos szexuális konfliktusra nyilván, akkor egyre mélyebb és mélyebb fekét fog a mély nyak nyálkahártyáján hát előállítani, és itt a HPV vírus természetesen kimutatható lesz, hiszen az ő dolga lenne segíteni a megoldásban, ha hagynánk, ha lezárnánk a programot érzelmileg. Az ötödik természettörvény teszi föl a koronát Hammer doktor munkásságára, hiszen rámutat arra, hogy valójában nem is betegségekről van szó, hanem értelmes biológiai különprogramokról, hisz mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik, mégpedig a túlélés, és ezen belül a faj fenntartása. És ezekről nem mondhatja senki sem, hogy ez rossz indulatú folyamat. A konfliktusok fel nem oldása az, ami extrém mértékű elváltozást indít el a szervezetünkben, ne feledjük. Ezzel kell foglalkozni, és ezt kell megoldani. A fejlődés történet szempontjából, tehát az embriológia szempontjából minden tökéletesen értelmezhető, és innentől a legfontosabb problémánk az, hogy megtaláljuk a DHS-t, és abban segítsük az illetőt, hogy ezt megoldja. Nyilván lesznek emberek, akik képtelenek érzelmileg megoldani azt, amit érzelmileg kell, nekik olyan megoldást kell javasolni, ami számukra a leginkább elfogadható és kivitelezhető, de hát mondjuk, ha mindenki a sinekről azt szerint szeretne lemászni, hogy elköltözik, hát akkor az ingatlan piac még inkább föl fog lendülni Magyarországon. Az akadémiai orvostudományban abból indultunk ki, hogy az ember egy ilyen vegyi elemekkel és fehérje részecskékkel zárt rendszer, de hatalmas zsák, ami nagyon nagy megbetegedési lehetőséggel bír, és akkor ezzel a félelemmel nekünk folyamatosan együtt kell élnünk, és mennünk kell mindenféle vizsgálatokra, holott ha békében élek önmagammal és a világgal, akkor egészen véletlenül mellékhatásként már egészséges is vagyok. A germán gyógytudomány alapot ad a megértéshez, rámutatta arra tehát, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amelyekkel a
a hagyományosnak nevezett jelenlegi akadémikus orvoslás számol, a testtömegindextől sem függnek problémák. A betegségek viszont függnek a fel nem oldott érzelmi konfliktusok számától, hogy éppen ezek hogyan zajlanak le, hol tartanak konfliktusaktív megoldási szakaszban, illetve hogy milyen lefolyással zajlanak ezek a biológiai programok, és ha még fel is halmozzuk őket, akkor ne csodálkozunk, ha viselkedésünket is hát befolyásolja, lehetünk depresszív hangulatúak, vagy mániások, azaz feldobott hangulatban, tehát hangulati változások magyarázatára is kapunk megfelelő gondolatokat a germán gyógytudomány alapján. Ha viszont feloldjuk az érzelmi konfliktusainkat, akkor valójában az okokat fogjuk megoldani, nem kell egy életen át gyógyszereket szednünk, de lehet, hogy lesz ember, aki azt vállalja, hogy ő inkább gyógyszert szed, mint hogy megbocsásson az anyósának, a főnökének, vagy az első szerelmének, mindenkinek a magánügye. A germán gyógytudomány, tehát mondtam, hogy tényleg tudomány, mert reprodukálható. Éppen, ha valakit érdekel, azért a weblapon megtalálhat olyan cikkeket, amelyek erre utalnak. Akadémikus, orvosi cikkeket is kitettem a weblapra, és pont a reprodukálhatóság az a pont, amelyet, amelyet leginkább, hát mondjam úgy, hogy piszkálni lehet bizonyos hát, leírásokban, mert ha valami nem reprodukálható, akkor az nem tudomány. Nincs úgy, hogy egyeseknél ez van, másoknál az van. Itt meg kéne szokjuk, hogy nem a légcsőhurut okozza a pajzsmirigy gyulladást, hanem a légcsőhurut is egy külön történet, és a pajzsmirigy gyulladás is egy külön történet. Tehát ilyen összefüggések nincsenek az egyes dolgok között, ezt azért jó lesz megérteni. Tehát nem a statisztikán és nem az állatkísérleteken nyugszik a germán gyógytudomány megértése, hanem az öt biológiai természettörvényen, ami teljesen egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható, és ami az erőssége, ugyanaz egyben a gyengesége is, hiszen ezekkel a dolgokat megérteni nagyon egyszerű, de ezeket megoldani lelkileg az nem egy egyszerű program. Minden esetre, ha megoldom a DHS-t, akkor eltűnnek a sinek, vagy nem oldom meg, és szenvedhetek tovább okosan. Az elhízásnak tehát vannak különböző okai, és hogyha a biológiai programokat nézem, akkor mindhárom csíralemezhez kötöttem fogok biológiai programokat találni. A belső csíralemezhez kötöttem gyakorlatilag két programot találok. Az egyik a vesegyűjtő csatorna szindróma, a másik meg a pajzsmirigyhez kötött. A vesegyűjtő csatorna szindróma akkor alakul ki, amikor magányosságot, elhagyatottságot, meg nem értettséget, mellőzöttséget élünk meg, illetve ide tartozik még a társas magány is. A pajzsmirigy elégtelenséget be fogom megint mutatni. A középső csíralemez mezodelmához tartozik ugye az önleértékelés, illetve a mellékveseinek a programnak a megoldási szakasza, amikor is Cushing-szindróma alakul ki. Ugyanakkor a cukorbetegség és testképzavarok, ezek mind az ektodermához tartozó programok, és lesz külön szó a nasolásról, ennek van lelki háttere, de vannak egyéb történetek is, amelyek hát nasoláshoz fognak és elhízáshoz fognak vezetni. Ne felejtjük el, hogy a biológiában, az állatvilágban nincs elhízás. A vadon élő állatok természetesen gyűjtik fel a zsírszövetüket őszire, télire, és le fogják adni ezt tavaszra. A biológiában a kövér a szép,
amikor a párzási időszak történik, akkor a leggömbölyűbb nősténnyel kezdi a fedezést a hím, hiszen valószínű, hogy ösztönösen tudja, hogy ő lesz az, aki biztos, hogy túléli a tavaszt, akármilyen körülmények is lesznek, tehát a fajfenntartásban első lépésben őt részesíti, és a legvékonyabb nőstény kerül a legvégén sorra. De mindannyian az egész falka együtt hízik, és együtt fog lefogyni, és nincsenek túlsúlyos vadállatok. És hogy miért? Hát az egyik tényező az, hogy mozognak, ugye? És nem érnek önleértékelésben, mert a minden pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy üs vagy fuss. Nos, a vesegyűjtő csatorna szindrómáról annyit kell tudnunk, amiről már azért többször szó volt, hogy ugye láthatjuk, hogy a vese mindhárom csíralemezből tartalmaz sejteket, és itt a sárgával jelölt sejtek gyakorlatilag azok, amelyek itt szerepet játszanak. Amikor valamilyen oknál fogva az előbb is említett magányosságot éljük meg, vagy a létezés konfliktusát, nincsen biztosítva a számunkra a létezés feltétele, akkor ezeket a program, ezeket úgy fogja megoldani a biológiánk, hogy a vesegyűjtő csatornát sejtszaporulattal lezárja, hogy bent maradjon a víz számunkra a túlélés érdekében. Ez egy nagyon-nagyon ősi, még a vízben kialakult élethez kötődő túlélő program, és mint ilyen, minden túlélő programot örökít a biológia. Nálunk is ez a program tehát jelen van, csak éppenséggel a vízhiányban csak azok fognak szenvedni, akik a sivatagban vannak természetesen. Náluk is lezáródik ez a csatorna, hogy kevesebb vizet üdítsenek, és legyen elegendő víz a túléléshez. De amikor magányosnak érzem magam, kirekesztetnek, meg nem értetnek, társas magányban élek, akkor ez a csatorna lezáródik, és víz gyülemlik a szervezetünkbe, mégpedig oda, ahol éppen folyik egy biológiai program. Ez a vesegyűjtő csatorna szindróma, amiről Hammer doktor azt állítja, hogy ennek megértése fontosabb, mint az infarktusnak a megértése. Pontosan azért, mert ez a fölös víz mennyiség begyűjtése végzetes lehet bizonyos szervi programoknál. A zsírszövetnél nem lesz végzetes, csak még több lesz az, amit a mérleg mutat, csak valószínű, hogy ha valaki az egész életét egy ilyen visszahúzódott állapotban, depresszív hangulatban, meg nem értettként éli meg, akkor egyre több és több vizet fog begyűjteni az önleértékelés miatt a zsírszövet sejtjei közé, és ha már csak a magányosság létezés konfliktusát megoldaná, akkor a túlsúlyának legalább a felét biztos, hogy le tudná adni, egyszerűen csak azzal, hogy kinyílik ez a csatorna, és a felesleges vizet természetesen, természetes úton kiüríti a szervezetéből. Tehát a magányosságnak az ellentétje az egységélmény, a létezés konfliktusa az pedig egy olyan halálfélelem, ami hát messze van, nem holnap fogok meghalni, nincsenek a napjai megszámlálva, még van lehetőségem, de veszélybe került az életem, mert kirúgtak a munkahelyemről, mert elvesztettem a lakásomat, mert a további létezésem feltételeit nem látom biztosítva, és ez a létezés konfliktus akkor is fellép, ha mondjuk egy halálos diagnózist közölnek kíméletlenül a kórházban a pacienssel, teljesen megzavarodik ilyenkor, és ez teljesen természetes, mert ezzel együtt jár ennek a konfliktusnak a kísérő tünete, hogy zavarodottság lép fel az illető, azt se tudja, hogy hol van, vagy ki áll mellette, vagy egyáltalán mi történik körülötte. Ez mindenről részletesen a vesével kapcsolatos előadásban már szóltam.
A pajzsmirigyünk ugye olyan hormont termel, ami az egész szervezetünkre hat, minden sejtre hat a tiroxin, és fokozza az anyagcsere folyamatokat. Amikor az üs vagy fuss kérdése egy alapvető kérdés, hát ugye, amikor én azt élem meg, hogy nem vagyok elég ügyes, elég gyors a munkahelyemen, a tápláléknak a megszerzésében, mert fellépett egy ügyesebb kolléga mellettem, és természetesen a veszély az, hogy kitesznek a munkahelyemről, ha nem vagyok elég ügyes, és ez akkor természetes, hogy ugye falat konfliktus, mert nem vagyok elég gyors a táplálék megszerzésében. Nos, ez már egy olyan probléma, amit, hogyha nem oldunk meg nagyon rövid idő alatt, akkor a pajzsmirigynek a túlműködéséhez fog vezetni. Aztán van ez a fránya határidő, amikor sürget mindenkit a határidő, ezeket úgy találják ki, hogy lehetőleg ne tudjuk teljesíteni, nehogy nyugodtan dolgozzunk. Ha most ehhez a jövőtől való félelem is hozzátársul, akkor a non-Hodgkin limfómához fog vezetni, amint ezt a múlt héten már elmondtam. Aztán vannak olyan programok, amiket úgy gyerekkorunkban megszoktak, hogy kislányom nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Ebben az esetben szintén a pajzsmirigyünkre fogunk hatni, de ha az is mellette van, hogy sürgősen tenni kéne valamit, de nincs, aki segítsen, mert meg van kötve kezem lábam. Na most ez a tehetetlenségi konfliktus a gólyva kialakulásához fog vezetni, erről is múlt héten beszéltem. A maximalizmus is egy kitűnő pajzsmirigy program, főleg akkor, hogyha már megcsináltunk valamit, de közöljük, hogy hát ez tegnapra kellett volna elkészüljön. Tehát amikor folyamatosan mondjam azt, hogy túlpörgetem magam, ez azért a szívnek a szívizomzatnak a túlterheléséhez is fog vezetni, illetve szívizom programot indít. De hát ez is megint egy külön téma, csak hogy lássuk, hogy a túlhajszoltság és a maximalizmus hogyan hat a túlhajszoltság a szívizomzatra, a maximalizmus a pajzsmirigyre, de nagyjából ezeket a dolgokat úgy együtt egy csokorban szoktuk megélni, és ez elindítja a pajzsmirigyben a konfliktus aktív szakaszt. Ezzel még semmi probléma nincs, de ha elakad a konfliktus, illetve elakad a megoldás, akkor láthatjuk, hogy függő gyógyulás alakul ki, egy állandó pajzsmirigy, érzékenység, gyulladás, és ha már nincsenek bennünk baktériumok a felessejtek lebontásához, akkor Hashimoto tireoiditisnek fogják nevezni a kórképet, és ne feledjük, hogy hipotireózis lesz a végeredmény, ami azt jelenti, hogy a pajzsmirigy működése a túlműködésből átcsap az alulműködésben. Na most ekkor viszont, ha nincs elegendő hormon, akkor viszont lelassulnak az anyagcsere folyamatok, és ez viszont elhízáshoz vezet. A mezodermához kötött program, ami a leggyakoribb oka az túlsúlynak, az pontosan az alakunkkal való hát elégedetlenség. Hát amikor valaki ezen a képen látható gömbölyű csípőízületével nincsen megelégedve, akkor természetesen lesz néhány negatív megjegyzése önmagáról, és a diétáknak köszönhetően, meg a tornáknak köszönhetően elindítja ő ennek az izomzatnak a lebontását a megoldási szakaszban, de ne feledjük el, hogy a végére több fog visszaépülni, mint amivel elkezdtük az egész programot, ez a jó-jó effektusnak a lényege. És amikor mindezt magányosan is megélem, és vizet is kötök az egészhez, akkor jön a gyönyörű narancsbőr, és gyakorlatilag átalakul szerkezetileg a zsírszövet, és ezért lesz a felszín ennyire elváltozott. Tehát ki kéne béküljünk első lépésben önmagunkkal. Aztán itt van a Cushing-szindróma,
ami egy nagyon lényeges program, amikor arról beszélünk, hogy a szervezetünkben egy olyan folyamat zajlik, amit mi indítottunk el természetesen, itt a DHS csak az, hogy úgy élem meg, hogy rossz úton járok, hogy nem azt az életet élem, amit kitaláltam magamnak. Nem így képzeltem el ezt az egész történetet, és amikor ez konfliktus aktív szakaszban van, akkor ugye ezt még Addison kornak nevezzük, ez is egy külön történet, de amikor megoldásba kerül, akkor jön a Cushing szindróma, főleg a függő gyógyulásba kattanunk át, mint ahogy azt az előbb is ábrázoltam a pajzsmirigynél. Nos, ez azt jelenti, hogy az addig lebontott mellékvese kéreg és csökkent hormonszint, kortizon hormonszint itt túlműködésben fog megjelenni, tehát a kortizon szint emelkedése másodlagosan vércukorszint emelkedést is hoz magával, és a zsírszövet átalakulását, ami azt jelenti, hogy a idézőjelbe a púpon fog a zsírszövet hát, kialakulni, almatípusú elhízáshoz vezet, a háti szakaszon és hasi szakaszon több zsír fog lerakódni, tehát átrendezi a zsírszövet lerakódását ez az emelkedett kortizon szint, és kialakul ez az almatípusú elhízás. Ne feledjük, hogy a mellékvese kéreg nem csak kortizon termel, hanem aldoszteront és androgént is. Ezeknek a szintje is emelkedni fog, és az aldoszteron szint emelkedés következménye a magasabb nátrium szint és magas vérnyomás, tehát nem a túlzott sófogyasztás miatt lesz magas a nátrium szintünk. Alacsony lesz a kálium és hidrogén szint, vagyis izomgyengeség lép fel, és a vérsavónak a pH értéke a lúgos mező felé tendál. Az androgén szintnek az emelkedése menstruációs zavart okoz másodlagosan, és hirszutizmus, vagyis szőrnövekedést, és nem a policisztás ovárium szindróma, a PCO lesz az, ami menstruációs zavart és hirszutizmust okoz. Egy pillanat, tehát baloldalt van az éhségközpont, a glukagonnal kapcsolatos relé, jobb oldalt pedig található az inzulin központ, vagyis az ellenszegüléssel kapcsolatos központ. Na most, ha mind a kettő egyszerre érintett, és lehet ugyanaz a konfliktus is, akkor ki fog alakulni a kettes típusú cukorbetegség, csak utalok a cukorbetegségről szóló webkonferencia anyagra, és ez végül is emelkedett vércukorszinthez fog vezetni. Van olyan állapot, amit bulimiának nevez Hammer doktor, vagyis a glukagon központ érintett, illetve a birtok bosszankodással kapcsolatos központ érintett. Ha ez a két központ az, ami érintett, akkor kialakul az a konstellált állapot, amit bulimiának nevezünk, és ez arról szól, hogy a undorfélelem miatt zuhanni fog a vércukor szintje, és a megemelkedett, illetve a leblokkolt glukagon szint következtében, és ezért lesz az, hogy nagyon éhes lesz, és elkezd enni. Hisz ha undorfélelmünk van, akkor ha valaki undorodik, akkor nem eszik. De hogyha zuhan a vércukra, akkor mégis ennie kell, mert ez fogja a túlélését biztosítani. Aztán amikor jól lakott, és sínre kerül a meg nem oldott birtok bosszankodási konfliktussal, a másik reléje aktivizálódik, és természetesen ez hányással fogja megoldani a
a megemészthetetlen dolgoknak a kiürítését, és ezek a páciensek ezért folyamatosan esznek és hánynak, és közben a testsúlyuk pedig elszáll, vagyis elhíznak. Nos, eljutottunk oda, hogy beszéljünk ne csak a biológiai programokról, hanem az életmódból eredendő okokról. Az életmódból eredendő okok ezen a táblázaton láthatóak, és fel szeretném hívni a figyelmet az egyes gyógyszerek mellékhatására. Minden cukorbeteg tudja, hogy akár inzulint, akár tablettákat szed, egy idő után a cukorbetegeink elhíznak. Az atipikus antipszichotikumok, antidepresszánsok, tehát amelyiket a pszichiátrián alkalmaznak, ezek is mellékhatásként elhízáshoz vezetnek. A szteroidoknak a folyamatos szedése, mondjuk kidült ízületi gyulladások következtében, ugyanazt fogják okozni a bevitt plusz hormonnal, mintha Cushing-szindrómás lennék, vagyis át fog alakulni a zsírszövet, és elhízáshoz fog vezetni. De ne feledjük, hogy az egyes antiepileptikumok, mint fenitoin és valproát is mellékhatásként elhízást hoz létre. A legújabb migrénellenes szer a pizotifen is elhízáshoz vezet, és a hormonális fogamzásgátlóknak is megvan ez a hatása. Ugye vannak olyan szokások, hogy esti nagy zabálások és kapkodó gyors étkezések, most ezek mindig oda fognak vezetni, hogy elhízunk. Ha valaki le van fogyva, akkor és hízni szeretne, akkor annyit kell tegyen, hogy este jól lakik és lefekszik. És az esti nagy jól lakások rövid időn belül meghozzák az eredményt, és aki le van fogyva, az plusz súlyt fog magára fölrakni. Egy másik régi dolog, hogy mindig a jó lakottságig eszem tele magam, és hogyha kapkodva gyorsan eszek, akkor nyilvánvaló, hogy többet fogok enni, mint amire szükségem van, vagyis ha jól megrágnék minden falatot, az a jó lakottság érzését hamarabb meghozná. De nem kellene mindig teleedjük magunkat. A mozgás szegény életmód, hát kérem szépen, ez az, amit senki helyettünk nem tud elvégezni, és ne feledjük, hogy a mozgás az életnek a megnyilvánulása. Tehát az, amikor valaki lusta arra, hogy megmozduljon, és hogy valamit is csináljon, az legyen szíves kevesebbet tenni. Vagy az, aki szeret jókat tenni, az mozogjon többet. Ugye, amikor egy sportoló abba hagyja a sportot, és kevesebbet mozog, akkor automatikusan elhízik. A túlzott cukorfogyasztás. Ugye még 100 évvel ezelőtt, amikor nem volt ilyen nagy a cukorkínálat, nem volt ennyi elhízott ember. Tehát mindenképpen van összefüggés a cukorfogyasztás és az elhízás, illetve cukorbetegség megjelenése között, de pontosan azért, mert az édeset szeretjük, a sósat, a keserűt, a savanyút kevésbé, és ez a túlzott cukorfogyasztás nagy inzulin ingadozásokkal jár, és természetesen ez az egész anyagcserénkre ki fog hatni, ezt mindjárt még bemutatom. És van egy nagy-nagy tévhit, itt van, hogy koplalással való fogyókúra. Nem koplalással kell a fogyókúrákat csinálni, kérem szépen, mert ahányszor ezt mindig újra és újra megcsinálom, egyre jobban és jobban fogok elhízni. Most a nassolásról először az élelmiszeripari adalékok szintjéről szeretnék beszélni és bemutatni egy olyan képet, amit úgy hívunk, hogy metabolikus X-szindróma. Ez a kép ismert a szerdai webkonferenciákról mindenki számára, tehát már csak röviden és tömören szeretném itt elmondani, hogy a magas inzulin szint, amit a gyökerek szintjén látszik, ez azért van, mert az élelmiszer adalékok következtében rengeteg olyan anyag szívódik föl a bélbolyhokon keresztül, amelyekre nincs szükségünk, és nem is tudjuk hasznosítani, és ezek a sejt közötti állományban akadályozzák a sejtek normális működését. És ha az inzulin receptorok működését akadályozza,
akkor az inzulin felhasználása lesz gátolt, aminek a következménye ugye az elhízás, tudja minden cukorbeteg, hogyha beadja az inzulint, akkor elképesztően éhes lesz, tehát ezeknek az embereknek az állandó éhségérzete, nassolási kényszere abból van, hogy magas az inzulin szintje. A magas inzulin szintet a kettes típusú cukorbetegségben is megéljük természetesen, és az, ami itt nem inzulin dependens diabetes mellitus, az a kettes típusú cukorbetegséget jelenti. A végeredmény az, de az elindulás az lehet az élelmiszeripartól, ahogy itt látjuk, vagy ahogy előbb elmondtam, a meg nem oldott ellenszegülési és undorfélelmi konfliktus is. Ugyanakkor látjuk, hogy a magas vérnyomás, a zsíranyagcserezavar, a trombózis hajlam, ezek itt mind együtt jelennek meg, és okoznak megfelelő történetet. Tehát a súlytöbletet megint csak nem a policisztás ovárium okozza, hanem az inzulin rezisztencia. Egy nagy tévhit az, hogy az inzulin rezisztencia okoz policisztás ovárium szindrómát. No, de kérem szépen, vannak itt még egyéb tényezők is. A nassolás egyéb tényezői címszó alatt el kell vonatkoztatnunk az eddig hallottaktól is, és engedjék meg nekem a személy és életvezetési tanácsadói oklevelemre, illetve élelmiszeriparban való jártasságomra, mint biotechnológus mérnök hivatkozzak pár gondolat erejéig. Ez tovább fog mutatni a germán gyógytudománynál, tovább fog mutatni a helytelen táplálkozási szokásainknál, holisztikus szemlélettel szeretném ezt megnézni, hiszen ha ennyi embert érint ez a téma, akkor kötelességünk feltárni ennek a témának minden gyökerét. Soha semmi nem mutatja meg a test és a lélek kölcsönhatását jobban, mint az étkezési szokásaink. Mióta ezekről leszünk be? Hát elsősorban az éhség, a jó lakottság, a sóvárgás az étel után, és miután ezt elfogyasztottuk, az a kellemes megelégedettség, az a fáradtság, az a kellemes semmitevés, az, amikor picit lelassulunk. Igen, ám, de nem tudunk úgy egy emberre tekinteni, vagy az evésre, mint egyszerű matematikai egyenletre, hogy az elfogyasztott kalória ledolgozása, átalakítása. Az a problémánk, hogy nem ezt az elfogyasztott kalória mennyiséget kellene tekintenünk, hanem a hozzáköthető egész embert egészében. Nagyon gyakran előfordul, hogy többet eszünk, több kiló kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit elfogyasztunk. Ilyenkor megjelenik bennünk az önvád, és már maga az étkezés önmagában is egy nagyon jelképes folyamat. Sokat többet jelent, mint amennyire most gondolnánk. Az étkezés megtestesíti az örömet, néha az ételallergia esetében a gondot, mindazt, amit érzünk, lássuk például egy bosszankodást, ami folyamatosan fennmarad az étel által keltett sineken. Ezek alapján nagyon könnyen okozhat problémát. Többek között nem csak a plusz kilók formáját veheti fel, hanem különleges táplálkozási rítusokat is, és hadd nevezzem ezeket rítusoknak. Nagyon könnyen fel lehetne ismerni az elhízás legjellemzőbb okait, hogyha az ember egészével foglalkozunk, és nem csak kiemelnénk azt, hogy mit visz és mennyit be a szervezetébe. Eszembe jutott a webkonferenciára való felkészülés során egy csomó gondolat, viszont hadd térjek ki egy nagyon személyes vonatkozásra. Tegnap ebédre meghívtam az édesanyámat, és eszembe jutott egy gyermekkori történet. Körülbelül, hát ilyen két éves, kettőnél több lehettem talán. Három biztos. Lehet, hogy ez az emlékkép egy nagyon foszlány. Az első emlékem édesanyámmal az, hogy etett kiskanállal. És elképzeltem magamat, ahogy ülök az etetőszékben, már régen jól laktam, az anyukám még mindig ott lengett az arcom előtt a kanalat, hogy csak még egyet, csak a mama kedvéért. Hát mit tett ilyenkor az emberfia lenyeli? Ez a szituáció nagyon ismerős lehet sokunknak, hiszen
valahogy emberi női késztetésünk az, hogyha egy gyereket látunk, valamit gyorsan meg akarjuk etetni. Gyakran előfordul velem az, hogy egy kisgyermek környezetében elkezdek a táskámba keresni valami kávéhoz kapott kekszet, csokit, bármit, nasit, amit oda lehet adni, mert ezzel ugyan fel is keltem a gyerek érdeklődését, kapcsolatot teremtek vele, csak lehet, hogy pont arra nem gondolunk, hogy ez a gyerek ez pontosan ettől az egy cukorkától fogja az egész életét erre a struktúrára helyezni, hogy ha barátságos vagyok felnőttekkel, akkor plusz jutalomnasit kapok. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez áll a túlsúly hátterében. Meg az a hihetetlen rossz szokásunk, hogy az ételt meghagyjuk a tányéron, és emiatt lelkiismeretfullalást keltünk. Gyakorló háziasszonyként is nagyon sokszor eszembe jut, hogy az a plusz egy falat, amit ott hagy valaki a tányéron, a családon belül, az milyen kár, hogy kimegy a szemétbe. Nagyon sokszor... Megeszi a háziasszony, nem? Igen, sokszor akarva, akaratlanul is ilyen önkéntes konyhamal a stádiumba kerülünk, mert azt az egy falatot, amit a gyerek ott hagyott, hát most hogy dobjam ki a szemétbe? Ez a lelkiismeret furdalás, hogy az ételt kidobom, ehhez egy rossz szokássá válik, és ha ez még társul az a tévhit, hogy a kiadós lakomák nagyobb mennyiségű étel, az maga a jólét, a bőség jelképe, mint ahogy ezt a prezentáció elején látott teltkarcsú hölgy képén fogjuk látni, Karesszit integet, hogy ez még következik. Bocsánat, én már nagyon előre járok. Tehát a bőség jelképét is jelzi a túlsúly. Megint csak egy családi képet tudok előhozni, a nagymamám csak akkor talált bennünket, unokákat szépnek, hogyha egy kis fodros háj hurkák voltak rajtunk. Láttam ezt az unokatestvéreimnél is, hogy amikor normál testalkatú volt a kisgyerek, akkor azt mondta, hogy rosszul néz ki, mert ez nem gyerek, az a gyerek, amelyik kövér. Ugyanez volt anyámnak is a véleménye. Tehát ez egy régi hiedelem, hogy akkor vagyunk, jól élünk, akkor van jól létünk, hogyha elégedettséget sugárzunk, hogyha kövérek vagyunk. Nyilván ez az ínséges időszakok megélésekor fontos volt, gondolom csak 100 évvel ezelőtti táplálkozásainkra, akkor bírni kellett a munkát, tehát az emberi test igénybevétele és más kritériumoknak felelt meg. Már maradjunk még a 2017-es, 18-as évben, hogy megszokásból hagyunk-e a tányéron, vagy különböző ízekre vagyunk rászoktatva, és itt most a biotechnológusi vénem nyilvánul meg, hiszen rengeteg olyan ízfokozó, olyan termék, adalékanyag van, és most próbálok nagyon finoman és cizelláltan fogalmazni az ételeinkbe, amelyek nem természetes ízek. Sajnos az ízvilágunk is el van ferdítve, ugyanazt a természetesen nőtt gyümölcsöt már nem tartjuk annyira finomnak vagy ízesnek, mint azt, amit különböző hipermarketekben megeszünk. Nagyon érdekes az, hogy milyen ízeket keresünk, mire vagyunk rászoktatva, miért kell mindent maximálisra fokozni, gondolok itt az ízekre. Elfeledkezünk arról, hogy a biológiánk nincs ennyi ingerre felkészülve, egyszerűen rászoktatnak bennünket, mint a drogra, ezekre a szerekre, és utána már más nem is tudunk, nem is fogunk keresni. Gyerekeket a kakaóvajra szoktatják rá, és aztán nem tudják abba hagyni, míg az egész doboz el nem fogy. Ezt látjuk a nyugati világban. Igen, ha már a gyerekeknél tartunk, akkor a táplálék felvétel, vagy az étkezés már csecsemőkorban is egy alapvető szükséglet kielégítését jelenti, de ezen túlmenően is a szeretettség és a gondoskodás fokmérője is.
Ez az összefüggés, hogy gyengébb vagy erősebb valaki, kisebb vagy nagyobb, ez mindvégig fennmarad. Például, ha az a megélésünk támad, hogy nem szeretnek eléggé, vagy hiányoljuk a meghittséget, akkor is hajlamosak vagyunk az ősi ösztöneink sugallatára többet táplálkozni, többet enni, mint egy ezt az egykori meghitt közelséget jelző, jóleső érzést újra behívni az életünkbe. De bocsánat, hogy beleszólok, de ez jelentheti azt is, hogy én inkább biztonságban érzem magam, hogyha mondjuk magára marad egy válás után egy nő, és elkezd hízni. Vajon nem azért van ott tudat alatt, hogy így mondjam, mert ezáltal erősebbnek fog kinézni, és azt a magabiztosságot fogja közvetíteni, ami számára fontos? Igen, itt biztos, hogy ez is benne lehet. Én visszacsatolnék a gyermekgyógytudományra, mert konfliktus aktív időszakok, ciklikus epizódok bezárása után, amikor az ember megnyugszik, akkor nyilván ezek kilóg formájában is megjelennek, hiszen a gyógyulási fázisba mennek el, tehát a megoldás utáni, tehát a megoldási szakasz utáni időszak az ilyen jelleget is ölthet. Mondjuk azt, hogy a szeretetészség. És nagyon szeretem ezt a szót, hiszen az evés befejeztével ugyan megtelünk, de valahogy nem töltődünk fel. Látom tanfolyamokon az ebédszünet után az első 20 percben mindenki álmos, mindenki próbál valamit tenni azért, hogy nem töltődünk fel energiával, sőt, az energiánk szintje, mintha le is csökkenne. Nyilván ennek megvannak a maga anatómiai hátterei, én ebben nem mennék most bele. Átfordítanám ezt a hiányérzetet valami másra egy kicsit, a pszichológia irányába. Nem szűnik meg az a belső űr, amit a táplálkozással próbálunk pótolni. Itt gondolok most az unalomra, vagy a be nem teljesített vágyak, a ki nem teljesedett élet szimbólumára. Nagyon sokszor unatkozunk. Emlékszem azokra az időszakokra, amikor olyan munkahelyen dolgoztam, amikor voltak ilyen holt idők, ilyen uborka szezonnak nevezett időszakok, amikor nem tudtuk úgy beosztani a munkát, hogy rajtunk kívülálló okok miatt, hogy abban az egy fél órában, órában is folyamatos tevékenységünk maradjon. Ilyenkor nagyon érdekes módon észrevettem azt, hogy a kollégáim, a dolgozók, azok elkezdtek valamit keresni, valami rágcsálni valót, valami kekszet venni, vásárolni, gyorsan megenni. Ezek előfordultak például ősszel, amikor bekövetkezett a borongós, esős időszak, és az udvaron már nem lehetett konkrétan tevékenységeket végezni hosszú ideig, akkor rátelepedett az ember ez a tétlenség vagy unalomhoz hasonló érzés, és ilyenkor bukkan fel az emberbe az a gondolat, hogy éhes vagyok, úgy ennék valamit. Ez gyakorlatilag nem egy valódi éhség érzet, csupán próbálnánk az üres órákat megtölteni. Érdekes lenne megkülönböztetni, vagy megtanulni azt, hogy hogyan különböztessük meg a sóvárgást a valódi étvágytól. Nagyon érdekes, hogy ez a masoláshoz kötődő témák ilyenkor jelennek meg. Nagyon érdekes az a mondásunk is, hogy a férfi embert a gyomrán keresztül lehet meghódítani. Egyik pontja. Vagy amikor valakit nagyon szeretünk, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek, meg tudnálok zabálni, mert olyan kis zabálni való a gyerek, hogy jön, hogy úgy belefaljunk. Ezek a mondataink, ezek megint csak egy nagyon érdekes dologra világítanak rá. Méghozzá azt az élményt, azt a belső ösztönös késztetést próbáljuk kielégíteni, hogy szeretett kapcsolatba kerüljünk azzal a személlyel. Itt megint csak az önleértékelésünk húzódik a háttérben, hogy engem nem lehet szeretni
amúgy, mert én nem vagyok elég jó, de ha jobban kifejezem a szeretetem főzéssel, gyengéd szavak használatával, akkor talán kapok ebből vissza valamennyit. Nagyon érdekes, az előbb beszéltem még a kiskorunkban kapott jutalmat, hogy hogyan lehet ezt a jutalmat felnőtt korban kiiktatni az életünkből, hiszen nagyon sokszor szeretném magam megjutalmazni, mert most ügyes voltam, most valamilyen táplálékot veszek magamhoz. Nagyon gyakori ez az önjutalmazó mechanizmus, hiszen evéskor az ember nem érez elégedetlenséget, nem érez félelmet, csalódottságot, bánatot, bizonytalanságot, vagy frusztrációt, vagy elhagyatottságot. Ilyenkor picit háttérbe szorul a szorongatott életmódunk adta gondolataink. Picit elhalványul a depresszió és a szeretethiány. Voltak éppen erre van szükségünk, arra a kapcsolatra, a meghittségre, a gyöngétségre, sikerre, az elismerésre, a szeretetre. Ezt próbáljuk, bocsánat, csúnya szót fogok használni, kompenzálni a táplálkozással. Ezek azok a dolgok, amiket magunkhoz veszünk, gyakorlatilag túlzásba, túlzott mennyiségeket alkalmazva, nagyon extrém irányokat vehet fel a táplálkozási szokásaink irányultsága. Nagyon érdekes az, hogy az elhízott ember az milyen furcsa módon éli meg az emberi kapcsolatait. Hiszen ha a túlsúlyra gondolunk, akkor megemlítjük azt is, hogy a kilók mint védőbástyák jelennek meg környezetünkben. Például, ha mondjuk látványosan körülpárnázom magam egy vastag többlet súlyjal, akkor azt üzenem a világnak, hogy érinthetetlen vagyok. Hogy én itt azért egy nagy súlyos szerepet töltök be. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nagyon nehezen nézek szembe a mindennapi sérelmeimmel, azokkal a problémákkal, amelyek korábban csalódást okoztak nekem. Ezáltal gondot okoz a kapcsolatteremtés is, és itt jön a policiklikus lefolyásoló leértékelés, ami folyamatosan probléma megjelenése, megoldása és újra és újra elindítását jelenti, mert itt nagyon problémás a kapcsolat teremtés. Valamilyen szinten így védjük magunkat, jelzem, hogy mindenki a lelkeméjén szeretne vonzó és csábító lenni. És a karcsossággal gyakorlatilag nagyon visszás élményeink vannak. Előfordul az is, hogy a karcsúság állapota után egy konfliktus, egy szexuális töltetű konfliktus után a gyerek, mondjuk beszélünk egy 16 éves fiatal lányról, egy nem kívánt szexuális kontaktus után a fiatal hölgy, hogy ne nevezzük gyereknek, látványosan elhízik. Így akar védekezni és jelezni, hogy én itt sem vagyok, hagyjatok békén, én érinthetetlen vagyok a környezetem számára. Ilyenkor a plusz kilók alibi szerepet játszanak. Megvan a kezünkben az a biztos védekezés, hogy így senkinek nem akad meg rajtunk a szeme. Nagyon érdekes, hogy egy vágyott biztonságot is adnak. Sok esetben ez a plusz kiló arra is használható, hogy szimpátiát, szeretetet nyerjünk, hogy felkeltsék a körülöttünk élők érdeklődését. Ezek azok a ducik, akik folyamatosan nevetnek és önmagukon humorizálnak. Ne felejtsük el azt, hogy az önmagam ellen fordított humor, amit iróniának lehet nevezni, vagy cinizmusnak, az még mindig az önbántás, vagyis önleértékelés. Ez az, ami folyamatosan egyre kövérebb és kövérebbé teszi az embert. Ez az a típusú ember, aki a levegőt vesz és hízik, vagy kacag egyet és felszalad rá plusz 2 kiló. Nagyon fontos lenne felismerni ebben is az önleértékelést. Azt is írtuk ide, hogy a túlsúly megjelenik a feszült idegállapot megoldásában.
vagy levezetésében. Hát az ember lépten nyomon a mindennapi életben stressz helyzetekkel találkozik. Akár a munkahelyén, akár a tömegközlekedésen, akár egy bevásárlás során mindig találunk olyan helyzeteket, amelyek bennünket feszültségteljessé tesznek. Ha ezt nevezzük stressznek, akkor ezzel mindenki találkozik. De nem mindenki lesz túlsúlyos ettől. Így van. Akkor valami van a stresszre adott reakciónkban, ami elindítja a kilunk irányultságát. Van valami, amit lehetne változtatni. Nem véletlen, hogy az első gondolat egy ilyen helyzetben nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy úgy szeretnék valamit enni. Sokszor még nem is tudjuk, hogy mit. És ilyenkor van az az állapot, amikor kinyitjuk a hűtőt, és fél óráig bámulunk bele, hogy vajon mit ennék, és aztán rájövünk, hogy ott megtömött hűtőben nincs semmi kedvünkre való. Ez az az állapot, amikor gyakorlatilag nem is éhesek vagyunk, hanem szeretnénk csak egy pillanatnyi, egy pár percnyi pihenőt kérni az életből. A táplálkozás természetesen kellemes érzettel tölti el az embert, ad néhány percnyi alibit arra, hogy ne kelljen a problémákkal foglalkozzunk. De hogyha módszeresen és rendszeresen a hűtőszekrény felé fordulunk vigaszért, akkor érdemes lenne körülnézni a stresszre, a feszültségteli helyzetre adott reakcióinkat felülvizsgálni. Nagyon érdekes lenne, hogy hogyan viszonyulunk a többiekhez, hiszen ha megnézzük, hogy mennyi gondot és terhet cipel egy túlsúlyos ember a lelkében, hogy mennyire megnehezített számára az élet, hogy milyen hamis énképet tud önmagáról ez az ember kialakítani. Azt hiszem, hogy teljesen másképp látnánk az életet. Aztán a táplálkozási szokásainkat, mint ahogy ki is írtuk, másoljuk. Nem öröklünk recepteket, mert anyám is így szokta. Nyugodtan lehet változtatni. A legelső változtatás ezen a téren talán a legcélszerűbb az, hogy a tányérokat kisebb tányérokra cseréljük. Tehát, így is, úgy is meg fogjuk tömni a tálat, a tányért tele fogjuk rakni, csak nem mindegy, hogy az a tele, az a deszertes tányér, vagy a legnagyobb lapos tányér lesz. Érdekes lenne, hogy a táplálkozási szokásainkat, rendszerét, időpontjait, mennyiségét, minőségét felülvizsgáljuk. Nem kellene ugyanazokat a rossz szokásokat továbbvinni családról családra. És nagyon érdekes, és a végére hagytam, remélem az évkezdésben nagyon sok dohányzásról való leszokási fogadalom történt meg a hallgatók között. A füst által keltett endorfinok pótlására is használunk édességet. Vegyük csak észre azt, amikor próbálunk leszokni a dohányzásról, akkor van az a késztetésünk, hogy valamit beként kapni, bármit. És ilyenkor előkapjuk a szotyit, a cukorkát, főleg így karácsony után, új évben nagyon alkalmas erre a karácsonyfa, tele van apró kicsi cukorkákkal, és úgy kínálja magát, hiszen már új év után mindjárt itt a vízkereszt le kell bontani, hát ne kínlódjunk vele. Alapon ilyenkor esünk neki a karácsonyfának. Ráadásul még azok is megteszik ezt, akik amúgy nem édes szájúak, és a sós ételeket preferálják. Vajon hány és hány kötődésünk van, helytelen kötődésünk az ételhez köthetően? Vajon hogyan tudnánk kialakítani azt az életvitelt, azt az életciklust és ritmust, amiben testünk és lelkünk egyaránt jól érzi magát. De erről is szó lesz, de még előtte még néhány életmódból eredő okot is szeretnék felhozni. És itt akkor van. Itt van a kedves barátném, akit mutat Karesz itt a jobb felső sarokban, ráutaltam az előbb a bőség és nőiesség szimbólumát, időszámításunk előtt 24 000 vagy 22 000-ben készült
nőideáról láttunk egy képet, és erről nem is tudtunk szót ejteni, Karesz, hogy az ideál, mint az egészséges testsúly az hogyan mutatkozik meg, hogy mennyire torz az én képünk, és szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk azt, hogy mi ez a testtömegindex, és milyen érdekes, hogy valamilyen kategóriába akarjuk besorolni magunkat. És Persze. itt van a másik csapda, hogy van egy túl-tőlig arány, amit nem veszünk figyelembe, mert a média egy teljesen más szépségideált mutat számunkra, mint amit a biológiánk elviselhetne, vagy kívánatosnak tartana. Nem véletlen az, hogy a női ideál az ugye a deszkavékony nő, és nem a dundi. Pontosan azért, mert ezáltal a nőknek legalább 75-80%-át önleértékelésbe fogják taszítani. Igen. És ezáltal beindítják az ördögi kört, és ott van az, hogy egyre kövérebbek lesznek. Vagy hogy érezheti magát egy nő egy próbafülkében, mikor leakaszt egy ruhát, amiről azt hiszi, hogy ez még jó lesz rám, és kiderül, hogy képtelen fölvenni. Hadd éljek egy saját megéléssel, hogy rengeteg csodaszép ruha van, de mind olyan kicsi, hogy a válfára is épp hogy rá lehet tenni. Aztán kaptam egy ilyen nagyon kicsi méretű ruhát, már akkor bántam azt is, hogy bementem, de hát ha játék, akkor csináljuk végig, hát ha mégiscsak jó lesz ez a ruha, és vannak azok a pillanatok, hölgyeim, és remélem, nem vagyok egyedül ebben a témában, hogy van az a ruha, hogy se le és se fel nem megy. Ilyenkor óvatosan bánunk mi nők ezekkel, mert egy drága, szép ruhát, amit elszakítunk, és még nem is jó ránk, ezért nem szívesen fizetünk ki a próbafülkében. Ilyenkor viszont már azzal az önleértékeléssel megyünk ki a próbafülkéből, hogy túl kövér vagyok. Kerepesi turbó alkalmával ugyancsak szóba került ez a milyen méreteket kapunk az üzletben című fejezet, és akkor abban a szállodában, ahol voltunk, egy buszni koreai hölgy és úr jelent meg. És akkor aha élményem volt, hogy aha, szóval ezekre jó az a ruha, amit ide hoznak. Bele sem merek gondolni, hogy szegények megkapják az európai méretet, hogy nekik se legyen tökéletes a vásárlás. Ez csak a poén kedvéért gondolom, de figyeljünk oda, hogy milyen üzletben vásárolunk. Nagyon sok önleértékelési konfliktus itt indul el. Ez így van, de ne feledjük, hogy a gazdaság szimbóluma volt régen az, hogy mennyire kövér az asszony. Tehát még a régi világban, 30-as, 40-es években ez egy alapvető dolog volt, ha valakinek sovány volt a felesége, azt jelenti, hogy nincs mivel letetnie. Tehát szegények. Ezek a nagymamák etettek, ez aztán bennünket is. Ide akartam eljutni, hogy gyakorlatilag ez volt számukra a legfontosabb, hogy a gyerek egyen. Anyámnak is ez volt a legfontosabb, hogy a gyerek legyen jól lakva. Ez volt az egyes számú probléma. Az összes többi azután jött. Nos, természetes ez már múlt idő, de átveszük a családi szokásokat, ugye, akkor mindig elmondom, hogy a szakácskönyvet meg a szegénységet örököljük, de hát ezeken lehetne változtatni. Lehet, hogy egy családon belül szokás volt a magyaros ételeknek a fogyasztása, nincs ezzel semmi baj. Én még mindig a magyaros ételeket jobban kedvelem, mint a kínai olcsó kínai cuccot, viszont mert erre van a biológiánk beállva, de figyeljünk oda a mennyiségre, könyörgök, és a mozgásra. Mert ha valakiben a mérhetetlen lustaságot van, akkor azt jelenti, hogy nincs benne akaraterő. De miért nincs benne akaraterő? Hadd védjem meg itt a mérhetetlen lustaságra. Tegyek egy kérdőjelet, mert látom, hogy feldobtad a labdát, Kereszt. Egy bizonyos kilogramm után, hát ja. Ennek már fizikai akadálya is vannak. Ezzel egyetértek. Hamarabb elfáradok, hamarabb kapkodok a levegő után, és jobb, ha el sem indulok. Ezek azok a helyzetek, amelyek nem az akaraterő hiányával magyarázhatóak, hanem ez az ember már fél a megszégyenüléstől.
hogy megyek be ezzel a hájjal egy edzőterembe? Mit fognak ott rólam mondani? Általában ezek az emberek rengeteg negatív megkülönböztetéssel vannak illetve. Hallottam olyan emberi megnyilvánulást is, hogy én kövér emberrel nem állok szóba, mert hogy azok elhanyagolják magukat, elhagyják magukat. Sajnos ez egy előítélet. Ez egy előítélet, és sajnos még vannak ezen az emberi gondolkodási szinten élő sorstársaink is, hiszen azt gondolják, hogy a kilóval arányosan van valakinek az intelligenciája, vagy az önmaga iránt érzett igénye. Nem, szeretném ezt a tabut egy kicsit megdöngetni. Nem igénytelen az, akin plusz súly van, hanem egy problémával küzd. Ott van ő, a teste, és ez a plusz többletsúly. Ha megkérdeznénk, valószínű, hogy ha nem mondaná azt, hogy én marha boldog vagyok ezzel a plusz 35 kilóval. Ha tudnánk, hogy hány küzdelmes fogyókúrán vannak ezek az emberek túl, igen, hogy hányszor ért őket kudarc a legutolsó csodapirula, csodakapszula, csodadiéta, csodakutyú után, tehát ez hatalmas iparág, akkor érthetővé válhatna az is, hogy miért nem ugrik már minden megjelenő fogyasztószer látványára kettőt, hogy ezt beszerzem. Ezt nevezhetjük lustaságnak. Nevezhetjük akaraterő hiányának azt a belefáradtságot, amivel nagyon sok honfitársunk szenved. Belefárad abba, hogy küzd a kilókkal. Az egész élete, az étkezés, a tányérok, a kalóriák számlálása körül forgott. Végre megunta, azt mondta, kész, elég volt. Megnyugodott, és az összes önleértékelése most oldódik meg. És még több súlyt szed föl. És ebben az időszakban meg még inkább fáradtabb. Rendben. Na most a falánkság, mint betegség címszó alatt találtam ilyen korképet, hogy Prader-Willi szindróma, meg még egyéb genetikailag meghatározott dolgot. Itt csak felhívnám a figyelmet, hogy a magzat a méhen belüli életben már fog konfliktusokat fogni és megoldani, vagy nem megoldani. Nagyon érdekes, hogy a Prader-Willi szindrómával született gyermekeknek már a méhen belül is fekvési rendellenességeik vannak, legtöbbször császármetszéssel jönnek a világra, és táplálási nehézségei vannak a kezdetben, majd ez cukorbetegségbe csap át ilyen 3-4 éves korukra. A nemi szervek fejletlenségével születnek. És innentől kezdve, tehát a kisgyermekkortól nem ismerik a jó lakottság érzését, majd megjelenik a túlzott agresszió, a hangulatingadozások, epilepszia, hiperaktivitás, stb. Stb. Tehát ezek a dolgok világos, hogy mindennek vannak újabb konfliktus gyökerei, és ennek a meg nem oldott konfliktusnak vannak aztán tünetei. Tehát, amint még egyszer felhívnám a figyelmet, amit Zeiser Endre mondott, és a weblapon is megtalálható, amit mondott, hogy a genetika lehetőség. Tehát azért is említetted meg ezt a nagyon ritka betegséget. 4000-ből egy. 4000 szülésből egy. 4000 szülésből egy kismama éli meg azt a helyzetet, hogy a magzata is ezt éli meg. Hát igen, tehát itt gyakorlatilag nyilván, ha nemi szervek fejletlenségéről van szó, akkor vajon mit élhetett meg ez a hölgy? Igen, és itt a kismamáknak a táplálkozási szokásaira is térjünk ki egyetlen egy gondolat erejéig. Ilyenkor azt mondjuk, hogy most kettő helyet kell lennie. Azt. Ez egy nagyon nagy tévedés. Vagy pont a fordítottja, hogy ő nem akar elhízni, és nem eszik eleget. Mindenki csak önmaga helyet ehet. Így van. Még a kismama is. Nyilván fontos az, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzon, de ne tömjük meg. Bízzuk rá, hogy annyit fogyasszon abból az adott ételből, amennyit ő éppen akkor kíván, és jól esően megeszik. Nagyon jó, hogy felhívod rá a figyelmet, mert a
kismamáknak a félelmei gyakorlatilag igenis ki fognak hatni arra, hogy milyen környezetben fejlődik az a gyermek, és hogyha neki már a táplálkozással kapcsolatban vannak félelmei, akkor az egy hatalmas probléma. És nyilván, amivel fejlődik benne egy magzat, neki több kalóriára van szüksége, mondjuk annyi, mint egy bányásznak, Igen. de ez fel is használódik. Igen. És ne feledjük el, a szülés után, miután kijön a gyermek, meg a magzatvíz, meg a mélepény, akkor ott hirtelen több kilóval kevesebbet fog mutatni a mérleg, de utána még jön a gyermek táplálása, és ahhoz megint csak fehérjére van szüksége. Én annyit szoktam megjegyzésként elejteni, hogy az egyetlen diéta számomra az, amit megkívánok, és abból mértékkel fogyasztok. És itt nem akarok belemenni a diétás kérdésekbe, biztos lesz a fórum alatt ilyen, fejezzük be lassan, mert ez lesz a leghosszabb webkonferencia, amit eddig tartottunk. A legsúlyosabb. A legsúlyosabb. Tehát célunk a táplálkozással jó lenni, jó tenni és jól lenni, és a testet a játék gyógyítja, az elmét a nevetés, a lelket az öröm. És a végére tehát néhány dolgot a megoldásokról, hogy ne legyen az, hogy jó, ennyi mindenről beszéltünk ma, és akkor mit kellene tennünk? Mi lenne az a megoldás, ami szóba jön? Hát az elmondottakból következik, mert a lelki tényezőknek a feltárása és megoldása érzelmi szinten elengedhetetlen. És akkor kibékülni önmagunkkal, végre az önleértékelés leállításával, a magánynak a kirekesztése, feloldása az életünkből, és ellenszegülés helyett pedig elfogadást kellene gyakorolnunk, és a lelki tényezők nagyjából ezekkel a dolgokkal megoldhatók lennének, mindhárom csiralemezre vonatkozó dolgokról van szó, és erre a 15 megoldási kulcs, amit egy hétvégi képzésen átadunk, az összefoglaló tükörterápiás mondat, egy teli találat. A súlyhoz igazodó mozgásprogram. Nos, ez a súlyhoz igazodó mozgásprogram pont arról szól, és itt most utalnék arra, amit mondtál, Réka, hogy egy túlsúlyos embernek nem futással kéne kezdeni. Így van. Tehát először is öltözzön fel, vegyen egy kényelmes cipőt, és próbáljuk meg először is gyalogolni. Tehát olyan értelemben gyalogolni, hogy nem nagy kényelmesen sétálni, hanem egy bizonyos tempót betartani. És amikor elfáradtam, akkor leülök, aztán felállok és tovább megyek. Tehát, hogy egyáltalán valahol elinduljon. Nem akarok itten belemászni mozgásterápiákba, és vannak erre képzett szakemberek, akik ránéznek valakire, és tudják, hogy hol kell kezdeni a mozgásprogramot, de a jó úton járok, ez már egy olyan fantasztikus érzés, ami megoldja a fennmaradt lelki programot is, vagyis hogyha a rossz úton járok volt a programom, és ugye Cushing-szindrómához vezetett, és most már úgy érzem, hogy jó úton járok, nem csak a testsúlyom megoldásában, hanem az életemet is lerendeztem, akkor ezt a lelki tényezőt is megoldom vele. Sőt, hogyha a mozgásba belegondolunk, hogy említetted, hogy nem kényelmesen nagy cammóba sétálok, én még ezt is megengedhetőnek vélném, hogyha többet a távolságokat megnyújtom, igen, ha többet sétálok, eddig nem sétáltam semmit, és igen, minden nap 5 perccel kezdem. Hogy előbb 5 perc, 10 perc, 20 igen, perc, és így tovább, rá. És minden lépésnél kihangsúlyozom, hogy jó úton járok az ideális testsúly eléréséhez. Így van. És ez a jó úton járok érzésnek a tudatosítása le fogja állítani a Cushing-szindrómát. Aztán hát az étkezési szokások megváltoztatása, ez nem nyilvánvaló, mindig elmondom, hogy csak attól hízunk meg, amit megeszünk. És csak attól fogunk lefogyni, amit nem eszünk meg. Tehát nem koplalni kell, hanem többször kell enni keveset, és este nem jól lakottan lefeküdni. A boldogság érzését azt nem a jó lakottsággal kell pótolni, hanem valós lelki
élményekkel. Aztán ott van a szénhidrát bobák kihagyása. Valaki nem tud megállni, és 4 krémest kell megegyen, mert annyira finom, és mostanában azt mind meg kell enni, hát az fog problémát okozni. Vannak az embernek gyengéi, madártej, vagy mit tudom én, gesztenyepüré, vagy kinek mi az élelem, aminek nem tud ellenállni. Jó van, akkor egy hónapban egyszer lakjon jól belőle. Nincsen azzal semmi baj, de ne legyen ott minden nap. A több zöldség és gyümölcs az természetes, hogy azért is jó, mert kitölti az embernek az emésztőrendszerét és a jólakottság érzését hamarabb behozza. És ne felejtsük el az arhaikus dallamot, amiről külön webkonferencia anyag szól, hogy ez fog segíteni nekünk abban, hogy a függő gyógyulások végül is eljussanak a végéig, illetve az ektodermális konfliktus aktív szakaszok hát letranszformálódjanak. Hát így nagyjából ennyit szerettem volna a mai nap elmondani, és remélem, hogy sikerült néhány megoldást és jó gondolatot, ötletet adni mindenkinek, akinek programja van az elhízással.